más a prédikáció? Ugye ez kérdőmondat akkor. De hát ez meg olyan, ugye, hogy lelkipásztor általában, vagy az igehirdető nem szokta megkérdezni a hallgatóktól, hogy hát mit prédikáljak, testvérek, hogy hogyan prédikáljak, testvérek. Lehet más a prédikáció. Úgyhogy inkább akkor állításként mondom, hogy lehet más a prédikáció. De ugyanakkor ezzel kapcsolatban, hogy eszembe jutott egy talán egy olyan két héttel ezelőtti történet kapcsán, amit az egész világ látott, egy történetet. Nem pont így zajlott le a történet, de nekem ez jutott róla eszembe, hogy Joe Biden, amerikai elnök, egyszer elaludt, és álmodott, és azt álmodta, hogy egy sajtónyilvánossága előtti miniszterelnöki konzultáció van, és éppen az izraeli miniszterelnök magas rögtű gondolatait fejtegeti, magyarázza abban a témákban, amit ő fontosnak lát. És egyszer csak Joe Biden fölébredt, és tényleg ott volt egy ilyen konferencián, tényleg az izraeli miniszterelnökkel volt együtt a sajtó képviselő jelenlétében, és tényleg az izraeli miniszterelnök beszélt arról, amit ő fontosnak látott néhány fontos aktuális témában. Na de ezzel kapcsolatban jutott eszembe a számomra legkülönlegesebb, a number van, így mondom, tehát number van lelkipásztor vicc, prédikátor vicc. Ez meg ugye úgy hangzik, hogy egyszer egy prédikátor elaludt, és azt álmodta, hogy szószéken van, és prédikál. És hirtelen fölébredt, és tényleg szószéken volt, és prédikált. Úgyhogy hát nem tudom, hogy a szenilitás határán azért nem akarok én már szószéken állni majd, de inkább azt mondanám, hogy olyat viszont hallottam, hogy volt olyan prédikátor, aki szószéken prédikálás közben, szolgálat közben halt meg. Tehát úgy hívta el az Úr, úgy szólította el az Úr, hogy pont végezte a szolgálatát, rosszul lett és meghalt. Hát erre azt mondhatnánk, hogy szép halál, meg hogy különleges halál. Meg hallottam olyan híres teológusról, hogy pont húsvétkor halt meg. Az megint egy olyan különleges asszociáció, ugye, hogy akkor, amikor az Úr Jézus feltámadását ünnepeljük, hogy ő a halála utáni harmadik napon, nagypéntek után, ugye húsvét vasárnap támad fel, és hát valaki meg éppen akkor megy át a földi létből az örökké valóságba. De ez, hogy lehet más a prédikáció, ez nem annyira azt jelentené, hogy hát mi lehet más egy prédikáció, mint prédikáció? Hát csak az lehet, mondjuk ez igaz a politikára is, hogy mi lehet az a más politika, az is politika, csak azt mondják, hogy az más politika. De a prédikáció az csak prédikáció, tehát akkor a kérdés inkább arra vonatkozik, hogy lehet egy kicsit más stílusú, vagy másfajta a prédikáció, mint úgy az általában megszokott? Hát azt mondanám, hogy ez a mostani más lesz egy kicsit, több stílus lesz benne, vagy több stílus lesz képviselve, megjelenítve benne. Lesz olyan, hogy eléggé éretnek tartom itt a jelenlévő gyülekezetet arra, hogy egy teológus koromban írt verset elolvassak. De ez egy olyan vers, egy kicsit magyarázatot kell hozzáfűznöm, tudnilik. Én teológus voltam a Magyarországi Baptista Egyház teológiai szemináriumában, akkor így hívták, lelkészképző. 1974 és 78 között. És hát ez ugye a múltrendszer volt, az átkosnak szokták mondani, kommunista Magyarország, és így tovább, a laza diktatúra volt, már azt mondják, gulyás, szocializmus vagy kommunizmus. De azért olyasmi volt, hogy állami egyházügyi hivatal, meg olyasmi volt, hogy ha engedték működni például a lelkészképzőt, akkor azért beleszóltak abba, hogy milyen tárgyakat lehet ott tanítani vagy oktatni, vagy ha akarják a klasszikus teológiai tárgyakat oktatni, akkor azért amellé még egyet vagy kettőt a rendszer is bespékelt, hogy na akkor még ez is legyen ott a tanrendben. Na, volt egy ilyen tárgyunk nekünk is, úgy hívták, hogy társadalomtudomány, ez volt a tárgy. Nem nagyon ment a fejembe, főleg azért, mert ilyen jegyzet volt, A4-es
sokszorosított oldalakon, de jó vastag jegyzet volt. Tehát az anyag, főleg az anyag mennyisége volt talán az, ami nagyon, nagyon ijesztő is volt számomra, meg meg kellett küzdeni nagyon a dolgot. Na és, de, és akkor talán ennyi bevezetőnek elég majd ehhez a vershez. Ennek olyan lesz az üzenete, hogy hát el kell gondolkodni egy kicsit rajta, meg talán valamilyen üzenetet mindenki fog azért érteni, vagy hallani belőle. Aztán lesz olyan, hogy dallammal megerősített és elmélyített üzenet, az ige egyik üzenetének az átadásánál, erről lesz szó. Aztán lesz olyan, hogy szóelemzés. Egy adott szónak az elég részletes és helyes értelmezését, tartalmát is kibontjuk majd az adott alapigénkből. Aztán lesz olyan, hogy homiletikai tájékozódás, tehát szövegértelmezés kontinuitásban összefüggésbe helyezve, és ilyen módon próbáljuk megkeresni, megérteni az igéből az adott üzenetet. És lesz az a bizonyos homilia még, amikor úgy megyünk versről versre, és az igének az üzenetét mondatonként is talán egy adott részben látni fogjuk. Az alapigénk egyébként az a János Evangélium a 17. fejezete lesz. Ma délutánra az áhítatunkban abból van egy ajánlás, egy szövegrészlet, azzal a címszóval, hogy a Krisztusban hívők egysége. De úgy gondoltam, hogy ne csak ezt az egy témát nézzük, hanem azt az egész fejezetet, amit úgy neveznek, hogy Jézus főpapi imája, úgy tekintsük át egy kicsit, ahogy belefér az időkeretünkbe majd, és úgy láthatjuk meg, úgy ragadhatjuk meg annak az üzenetét. De hát akkor nézzük először azt a verset, jó? És akkor ennek az üzenete, ennek is van egy üzenete. Tehát kiáltvány arról, hogy jó teológus tanítvány és kedves tudomány, mely szabványgyártmány, kényszeredett kapcsolódmány, tekintélyes szakiromány, hogyan dukál. Első verszak. Társadalomtudomány kedves és jó iromány, tartós akár a márvány, olyan, mint a szivárvány, nem árt neki az ármány, sem a ragályos járvány. Régtől máig az irány, van benne sok hagyomány, de nincs benne vakvágány, mert doktor Jánosi vívmány. Nem sötét, mint a kátrány, de magas, mint az álvány. Bár tudjuk, nem koholmány, akkor lenne nagy botrány, ha nekünk lenne bálvány a kommunista kiáltvány. Legyen inkább buzogány, ki műveli az pogány, ezért járám sok dohány, mondják rád inkább trehány, ne érjen lelki hátrány. Második verszak. Ékes bizonyítvány, magol a tanítvány. Lazít, csupán hitvány, munkája jutalma és halovány, ezért nem jár hozomány. Kellene okány? Lehetne orgovány? Ez nem hamisítvány, nálad van tárgy hiány. Türelmi nap néhány, aztán megint botrány. Ne légy ilyen vagány, ha kell a nyomtatvány, lelkész bizonyítvány. Okos ez a kormány, nem idegen oltvány, dalol a csalogány. Te vagy kőfaragvány, ne légy tovább mokány, csak bajod lesz hatvány. Nem lesz bársonydívány, zárt és szöges sétány, s nem nevet rád virány. Vigye el a sárkány azt, aki a könyvre sárt hány. Szocialisztikus, diákus, utopisztikus, szlovákus, teológus, 1976. december 14. Úgyhogy különös világ volt az, amikor ilyesmik jöttek ki a teológus lelkéből, gondolatvilágából, érzelmeiből, meg hangulatából, ugye. És azt akartam bevezetőben még elmondani, de már nem annyira eleven, de azért még némelyeknek talán aktuális lehet, hogy az a különös még ebbe, ezt 76-ba írtam, tehát az a különös még ebbe a kis versikébe, hogy volt benne egy olyan kajafás-szerű profécia. Tudjátok, Kajafás mondott egyszer valamit, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg az egész népért, mint hogy egész nép halljon meg és ezt ugye azt mondja az ige, tudtán kívül proféciát mondott Jézus haláláról, amely bekövetkezett aztán
Na volt ebben kétszoros profécia, ami jóval idők múltával, hát így mondom, hogy olyan 34 év múlva teljesedett. Valaki visszaemlékezik esetleg arra, hogy mi lehetett az? Orgovány, így van, meg volt említve, igen. Hát akkor még úgy volt, hogy Orgovány még sokkal nagyobb és erőteljesebb gyülekezet volt, nagyobb létszámmal és meg aktív misszióval, és Okány volt egy kicsit olyan haldokló gyülekezet már, de azt is megismertem az okányi gyülekezetet, mert amikor Gyulán szolgáltam, akkor ügyintéző voltam Okányban, és ott már akkor nem volt lelkipásztor, és elköltöztek még a fiatalabbak is elköltöztek, Pécerre, stb. És hát ott még tartottunk egy 100 éves jubileumot, de utána aztán nem sok jövője volt a gyülekezetnek. Most a békési misszió, a békési lelkipásztor próbálkozott egy gyülekezet újraindítással, plántálással ott, de hát Okány az meg akkor még olyan gyülekezet volt, hogy inkább kívánta, még egy kezdő lelkipásztor is inkább menne Orgoványra, nem pedig Okányba. És hát ez az én életemben ugye megvalósult jóval később, 31 néhány évvel rá, hogy végül is oda kerültem, és most azt mondhatom már, hogy összességében Gyulán szolgáltunk legtöbbet, de két ciklusban, míg egyfolytában most már Orgoványon vagyunk leghosszabb idő óta, 11 év óta lassan ott vagyunk, ott szolgálunk. A más jellegű dolgok következnek. Az igében tehát János Evangélium a 17. fejezete, amire tekintünk, és hát ebben az igében Jézus főpapi imájának mondják, egy kommentárban olvastam, hogy ezt először 1500-as valahány években, a reformáció után egy állítólag neves református teológus, aki egy neves német egyetemen tanított, ő nevezte úgy először ezt az ige szakaszt, hogy ez Jézus főpapi imája. És aztán utána egyre inkább el is terjedt így a szóhasználatban, most már a klasszikus Bibliával kapcsolatos irodalomban, teológiai anyagokban is úgy emlegetik ezt, hogy ez a szakasz Jézus főpapi imája. Egyébként ezt megelőzi János evangéliumában három fejezet, a 14, 15, 16. fejezet, ami egy összefüggő szakasz, és azt meg úgy tartjuk, úgy nevezzük, hogy azok Jézus búcsúbeszédeit tartalmazzák, amelyet halála előtt mondott el a tanítványainak, fölkészítve őket arra, hogy ő majd elmegy a világból, itt hagyja őket, de jobb, hogy én elmegyek, mert akkor eljön a Szentlélek hozzátok, ugye, és tehát így nagyon jó annak a három fejezetnek is a tartalma, de amikor mindezt elmondta, erre utal a 17. fejezet első mondata, hogy miután ezeket Jézus elmondta, tehát a búcsú beszédeit, az előző három fejezetet, akkor feltekintett az égre, és a tekintetét az égre emelve megszólította Istent, hogy Atyám, és aztán jön ez az imádság, ez az úgynevezett főpapi imádság. Talán legtöbben, nem tudom a testvérek hogy vannak vele, de legtöbben ebből a fejezetből arra emlékeznek, hogy Jézus imádkozott a tanítványok egységért, a Krisztusban hívők egységért, sőt olyan számunkra szinte elképzelhetetlen és ismeretlen szinten kérte Jézus az egységet, hogy azt mondta, hogy Atyám, ahogy én te benned vagyok, te pedig én bennem vagy, ahogy mi egyek vagyunk, ők úgy egyek legyenek szintén, a Krisztusban hívők egysége. Ez ugye nem arra utal, hogy Jézus itt egy egységes keresztény világvallásért imádkozott volna, hogy jöjjön már létre egy egységes katolikus egyház. Most a katolikus szónak azt az értelmét értem én, hogy az azt jelenti eredetileg, hogy egyetemes, közönséges, egyetemes egyház. Tehát nem úgy, ahogy a katolikus egyház, világegyház ugye értelmezi önmagára vonatkozóan ezt az elnevezést. De még ilyen értelemben sem, nem így imádkozott Jézus, és nem ezért imádkozott, hanem a benne hívők egységéért imádkozott. És itt most az eukarisztikus konferencia kapcsán ma is elgondolkoztam azon, hogy most nem fogom felsorolni, de legalább 5 olyan alapvető teológiai eltérést látok, most csak ha magamra gondolok, de katolikus és protestáns egyházra is, ha gondolok, ami alapján, tehát abszolút nem tudok azonosulni
azzal, hogy az úrvacsorában egy ember, most legyen ez a legszentebb és fönnszentelt pap, de egy ember fölemeli az ostját, nem is kenyeret, hanem ostját, nem is kovásztalan kenyeret, mint ott az első, utolsó vacsorán, az első úrvacsorán, és akkor azt az ostját fölemeli, elmondja a szereztetés igéket, és ezzel átváltoztatja azt az ostját Krisztus valóságos testévé. Fölemeli a kelyhet, és az abban levő bort, ha elmondja az adott igéket, átváltoztatja Krisztus valóságos vérévé. Tehát ezzel nem tudok azonosulni az ige alapján. De nem nehéz, hanem az a csodálatos, hogy ismerek olyan katolikus, hívő embereket, megtért hívő emberek, Krisztus központú az életük. Most talán a legismertebb a dr. Csókai professzor, ő soha nem kezd műtétbe azelőtt, hogy ne imádkozna. És van olyan, hogy a műtétben olyan szituáció adódik, hogy nem tudja, hogy mi a következő lépés, és akkor leteszi a szikét, és imádkozik Jézushoz, hogy adjon vezetésnek és segítséget, hogy most hogyan tovább, hogy kell műteni tovább. Na, de mások is vannak ilyenek, többen, és sokan igazából, tehát azért említem most ezt, hogy a Krisztusban hívők egységéért imádkozott az Úr Jézus, hogy akik én bennem hisznek, egyek legyenek, és ez a Krisztus központú egység és a megtért újjászületett emberek egysége, ez egy csodálatos misztikum, de mégis valóság. Tehát mégis egyek lehetünk a Krisztusban, akik Krisztus mint megváltót fogadjuk a szívünkbe, életünkbe, és őt akarjuk követni, őt szolgáljuk, őt imádjuk. Tehát ez a legismertebb talán ebből a fejezetből. Ami nekem nagyon tetszik, így mondom, ebből a jézusi imából, most idézem azt, a 24. versét Jézus így imádkozott. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Tehát itt kétszer is van olyan részlet, akkor mindjárt másikat is elolvasom, amiben igazából Jézus értem is imádkozott, meg érted is imádkozott. Mondhatod azt nyugodtan, hogy ha Krisztusban vagy. Mert a másik ige pedig ez volt, amikor a 20. versben így imádkozott az Úr Jézus, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek én bennem. Ez a nem értük könyörgök csupán, ez az ott levő 11 tanítványt jelentette. Hogy nem csak ő értük könyörgök, hanem azokért, akik majd az ő prédikálásukra, az ő beszédükre jutnak hitre, meg fognak térni, megismerik az Úr Jézust, és hívővé lesznek. És akkor ez már ráadásul úgy tovább láncolatában, csodálatos módon terjed tovább, hogy nem is csak az ő nemzedékükben élő embereknek vonatkozhat ez, ha az akkor, ha János, Péter, Jakab, stb. Prédikációjára megtértek emberek, hanem akik általuk megtértek, aztán voltak, akik fiatalabbak voltak és megtértek, akkor voltak, akik már egy következő nemzedék tagjaival is kortársként éltek, és átadták az evangéliumot, tehát érthető ez, hogy nemzedékről nemzedékre terjedt az evangélium, újabb és újabb megtérések történtek, eljutva hozzám és hozzád ez a láncolat, és itt Jézus azért imádkozott, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre majd hisznek én bennem. Illetve a másik ige, itt az első énekben volt az, ugye, hogy szeretném látni már a mindenség fővárosát. Hát itt van az igében, hogy Jézus azt mondta, hogy igen, ő is szeretné, ha már ott lennék, vagy ott lennél, de mindenféleképpen szeretné és akarja, hogy ott legyünk egyszer, hogy egyszer meglássuk a mindenség fővárosát, hogy egyszer meglássuk őt, örökké fogom nézni, meg szemlélni őt, mondja az ének ezt is. Tehát, és ebbe az a szép, hogy Jézus, korábban majd mindjárt az elején is nézzük, hogy ő neki megvolt az a hatalma, hogy örök életet adjon, akinek ő akar, vagy ahogy mondta, akiket az atya neki adott, hogy azoknak az embereknek ő örök életet adjon. Tehát ő neki megvolt ez a hatalma is, hogy ő ad örök életet, általa van az örök élet. A halandó bűnös embernek van örök élete, de csak Jézusban és Jézus által, és csak Jézus adhatja nekem és neked ezt az örök életet. De nem csak erről van szó, hanem itt azt mondja az ige, hogy Jézus földi élete során úgy imádkozott az atyához, hogy imádságban is kérte az atyát, hogy atyám, én azt akarom, és add meg nekem ezt az akaratomat, hogy hallgass meg az imádságomat. Én azt akarom, hogy ők velem együtt ott legyenek, ahol én vagyok, hogy meglássák az én dicsőségemet,
És tehát ez a jézusi kérés is nagyon csodálatos ebben a főpapi imádságban. Aztán igaziból, hogyha azt nézzük, hogy ebben az imádságban milyen témák fordulnak elő, vagy miért imádkozott az Úr Jézus, akkor röviden és tömören azt mondhatjuk egyszerűen megfogalmazva, hogy imádkozott önmagáért is, meg imádkozott a tanítványaiért. De hogy mit imádkozott önmagára vonatkozóan, és mit imádkozott értünk, abból már néhányat most láttunk, hogy értünk, mit kért a mi számunkra az Úr Jézus. De nézzük meg az elejét, hogy hogyan szólt az Atyához önmagával kapcsolatosan, mit fogalmazott meg az imádságában. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Tehát Jézus adhat örök életet. Az pedig az örök élet, itt jön egy definíció, a Bibliában egyedülálló, van mondjuk olyan, hogy más módon is meg van fogalmazva, de ez a legcsodálatosabb, mi az örök élet lényege. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye vannak filmek, sok török film is sorozatba átjött most, és magyar csatornák közvetítik, meg más filmek is, és van úgy, hogy a szinkronizálásban az Allah szót Istennek fordítják le. És hogy imádkozunk Istenhez, és közben az eredetiben Allahhoz imádkozik, Allah nevét. Itt van még egy másik téma is, hogy Jézus azt mondja, hogy kinyilatkoztattam nekik a te nevedet. De hogy az, hogy értelmezendő, az lesz majd egy kicsit mélyebb szó elemzésünk. De viszont ez egy rossz fordítás a mi esetünkben, mert akkor mondjuk mi, én vagy te, vagy egy, most mondjam, egy egyszerű hívő ember, vallásos keresztény magyar ember, hallja ezt, hogy még ebben a filmben is milyen jó dolgok vannak benne, mert benne van, hogy Istenhez imádkoznak, hogy Istenhez imádkoztam, és Isten meg fog hallgatni, és Isten meg fog segíteni téged. De hát ott az eredetiben Allah van, nem az egy igaz Isten, ráadásul még a hitvallásukban is hasonlók fordulnak elő, csak mégis az egész téves és egész ördögi, sátáni vallás egyébként nyilvánvaló, antikrisztusi vallás és antikeresztény vallás, és itt a kereszténység nem az a lényege, hogy kereszténység és muzulmán vallás, hanem az, hogy az egyedül igaz kinyilatkoztatás Isten igéjében, a Bibliában, és a hamis vallások és a hamis kinyilatkoztatások, amelyik közül egyik az iszlám. És tehát itt azt mondja az Úr Jézus, hogy ez annyira fontos kérdés például, hogy az az örök élet, azt jelenti az örök életet, hogy megismerni téged, az egyedüli igaz Istent, és ez nem lehet anélkül, hogy ugye ne folytatódjon így, hogy és akit te elküldtél, a világ üdvözítőjeként küldte el Isten erre a világra, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, tehát őt is megismerni, és azt megismerni, akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Na ez csodálatos. Ez egyszerűnek hangzik egyébként, és így hallva nagyon egyszerű is, de ha csak annyit mondok, hogy azért ez nem annyi csak, hogy most ismerem Istent, meg tudom ki Jézus, hanem azért megismerni az egyedül igaz Istent, az azt jelenti, hogy megismerni Istent, a mindenhatót, a teremtőt, akinek ütterve van a világgal, aki a világ teremtése előtt elhatározta, hogy Krisztusban megbékéltet bennünket önmagával, tehát hogy a bűnesetről is tudott előre Isten, sőt, tudott arról, hogy arra, hogy fog egy tökéletes megoldást készíteni fiában, Jézus Krisztusban, és azt hogy fogja adni a világ számára, és hogy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs üdvösség, csak Krisztusban, Krisztus által. Tehát ez azért nagyon ki kell, hogy bomoljon, kibontva kerüljön, és részletezve kerüljön egy ember teljes hitbeli ismeretébe és hitvilágába ez, hogy na te most már megismerted az egyedül igaz Istent, és akit ő küldött a világ megváltására, üdvözítőként, messiásként, a zsidóknak üdvözítőként a világ számára, az egy személyben Jézus Krisztus, ugye, tehát akit ő küldött, a Jézus Krisztust, ez az örök élet. Na ez lesz az, amit egy kis énekbe fogok elmélyíteni jó dallammal, ezt az üzenetet. Ez régi kis énekes füzetem, és egy nagyon egyszerű dallammal, de úgy gondolom, hogy három rövid versszakkal, de nagyon szépen
mélyíti el ezt az igazságot, tehát, hogy mi is az igazi örök élet. Megismerni téged, ez az örök élet, ez az igaz örök boldogság. Téged megtalálni, mindig veled járni, és te benned elrejtőzni a mennyország. Megismerni jobban, amíg a szív dobban, megismerni égi lényedet. Isten szent báránya, ég és föld királya, soha-soha el nem múló szent szeretet. Isten áldott lelke, jöjj bűnös szívembe, hadd ismerjem Jézust igazán. Merüljek el benne, a szent végtelenbe, aki nékem megszerezte égi hazám. A mindenség fővárosát az égi hazám megszerezte számomra. Tehát ez egy egyszerű gondolat, de nagyon tömör. Tehát nagyon kompakt az üzenet, és hosszú-hosszú időbe telik azt teljesen kibontani, és teljes részleteiben megérteni a személyes vonatkozásaiban, de igazából, tehát igazán megismerni őt, hát Jézus mondta, ez az örök élet. Ez jelenti az örök életet, ez az örök élet lényege. Aztán van itt egy olyan fogalom, amit legalább három fajta értelemben használt az Úr Jézus. Majd mindjárt meg is nézzük pontosan, hogy hány értelemben. Ez pedig a dicsőítés, hogy megdicsőíteni, tehát dicsőséget adni valakinek, vagy megdicsőíteni valakit. Ugye ezzel kezdte, hogy eljött az óra, hogy dicsőíts meg a te fiadat. A fiú is megdicsőít, és a fiú is, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Tehát itt arról van szó, hogy valamire vár az Úr Jézus, arra, hogy az atya mondjuk így jóvá fogja hagyni az ő munkáját, Jézus megváltói munkáját, aminek középponti eseménye volt a kereszthalál, a keresztfeszítés és Jézus kereszthalála. És azt nem egy döntő vereségnek tekintette Jézus, meg nem is úgy tekintett rá, hanem igazából arra, persze ő egybe látta a feltámadással együtt, és az atyától is úgy kéri ezt, hogy dicsőíts meg a te fiadat, hogy hozd ki a halálból. Életre, újra, feltámadás által jön ki a dicsőségre, a mulandóságból, a halhatatlanságba, a romlandóságból dicsőségre, gyalázatból dicsőségre, stb. Tehát, hogy ez történjen meg, erre vonatkozik itt a dicsőítés szó, hogy Uram, hogy Atyám, dicsőíts meg a te fiadat, és akkor mondja, itt még ugyanabban az értelemben mondja, hogy és a fiú is megdicsőít téged, akkor a fiú is megdicsőítsen téged. Ő pedig az atyát fogja dicsőíteni azért, hogy ezt cselekedte vele az atya, hogy felmagasztalta, ugye a Filippi levél 2. fejezetében ismerjük a Krisztus himnuszt, amely szól arról, hogy Krisztus Istennek formájában lévén ezt nem tekintette zsákmánynak, magát megalázta, kiüresítette magát, emberi formát vett magára, mindenben emberhez hasonló lett, megalázta magát egészen a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ennek okáért Isten is felmagasztalta őt, tehát itt még ezt kéri Jézus, hogy ez történjen meg, hogy dicsőíts meg a te fiadat, de Pál apostol a Krisztus himnuszban ezt már így végig egybe úgy leírja nekünk szépen, elmondja, hogy hogy történt ez a megdicsőítés, és annak okáért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet adományozott neki, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ez fantasztikusan, csodálatosan teljesedik, hogy te dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. De viszont a 4. versben folytatja így, és itt ugyanez a szó, de más értelme van, más az igazi jelentése. Én megdicsőítettelek téged a földön, tehát itt megint a megdicsőítésről van szó, de itt már nem az, hogy majd a fiú is megdicsőít téged, hanem itt már múlt időben mondja Jézus, hogy én ezt megtettem, atyám. Én téged megdicsőítettelek itt a földön. Még pontosan meg is magyarázza, hogy mivel, hogy ez mit jelent. Azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Hát én megcsináltam most már ezt, atyám. Hát itt volt közvetlen a halál előtt volt Jézus, mert
a János Evangélium a kronológiájában is így a leírásban úgy folytatódik, hogy utána jön a 18. fejezetbe Jézus elfogatása a Gecsemáné kertbe, az éjszakai hercehurca, megaláztatása, és aztán nagy pénteken a délelőtt a keresztre feszítése. Tehát itt közvetlen már mindent elvégezett már akkor Jézus a megváltás érdekében, csak a halál a leglényegesebb, de a kereszt halál volt hátra. De ezt már ő így mondta, hogy atyám, én elvégeztem mindazt a munkát, amit rám bíztál, ezzel megdicsőítettelek téged. Most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál, megint azt kéri, de most nem arra vonatkozóan, amit az előbb elmondtam, hogy támasz fel a halálból, hanem dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amellyel már akkor rendelkeztem, ami már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Mostanában úgy belecsodálkoztam, belefeledkeztem, és belecsodálkoztam az univerzumban megint, az általunk ismert univerzumban. Ró, fantasztikus egyébként, el akarok mélyedni még benne, hogy tanulmányozzam, hogy egyszerűen a hozzánk legközelebb lévő galaxis, milyen messze van, mikor érhetnék oda, ha most elindulnék, és így tovább, és hol van a helye, hol van valójában a mennyország. Jó kérdés ez is, hogy hol van a mennyország, ez úgy érdekli azért az embert, mert hát oda fogunk jutni, ugye, hát hol van a mennyország. És akkor valaki azt mondja, hogy párhuzamos univerzumok léteznek, nem csak ez az egyáltalunk ismert galaxis milliárdok, és egy galaxisban milliárdnyi naprendszer van, és így tovább, és így tovább. Tehát föl se tudjuk fogni ezt az értelmünkkel igazából. De ez mind a Isten csodálatos teremtett világa, ugye, ahogy ezt látjuk és ezt ismerjük, és azt mondja az Úr Jézus, hogy azt a dicsőséget ad most nekem, most úgy kéri azt a megdicsőit, hogy az Atya dicsőítse meg őt, mert most úgy kéri az Úr Jézus, hogy mielőtt a világ létrejött, mielőtt a világot megteremtetted, most akkor mondjunk annyit, ha többet úgy sem tudunk elképzelni belőle, hogy mielőtt ez az általunk ismert, jelenlegi formájában ismert univerzum létrejött, ez a hívő ember és a úgynevezett kreacionista tudósok, de hívők hitében is, a kreacionista az azt jelenti, hogy a teremtésben hívő emberek hite szerint ez mind Isten műve, Isten akaratából jött létre a világmindenség jelenlegi formájában, de mielőtt ezt Isten létrehozta, Isten az örökkévaló, és az Úr Jézus az örökkévaló, Isten az örökkévaló fiú létezett már a dicsőségben, a mennyországban, és Jézusnak valami fantasztikus dicsősége volt ott az atyánál, már a világ teremtése előtt. Arról mondott le, én értem, és te érted, hogy lejöjjön erre a földre, és emberré szülessen, és megváltson bennünket, és meghalljon értünk. Tehát ez megint észbontó bele gondolni, és ezt elképzelni. Hogy lehet valaki ilyen, hogy erre képes, meg hogy ezt miért csinálja? Mi jó van számára ebbe, ugye? Mi jó van ebbe neki? Neki semmi. De az mégis, hogy áldozattá lesz másokért, és abból egy kicsit megérzünk akkor, ha másoknak tudunk szolgálni, ha másoknak tudunk segíteni. Most volt én olyan, nem is emlékszem, hogy életemben egyszer is adtam volna vért, talán mintha egyszer igen, de alapvetően nem tudok azért, mert kisebb mértékű cukorbetegségem van, és akkor nem adhatok vért, ugye? Azt hiszem, az ilyen beteget nem adhatnak vért. Na de a köztársaság elnök felesége a múlt héten buzdította az embereket véradásra, és elmondja, hogy ő már nagyon fiatal kora óta nagyon sokszor adott vért, és hát ha valamit tehetek egy másik ember életét, hogy tudok megmenteni valakinek az életét? Hallunk olyan, hogy valaki fuldoklik a bányatóba, meglátja a parton valaki, és utána ugrik, és kiment, és megmenti. Na, csodálatos, megmentette. Vagy újra élesztettek egy tanárnőt mostanában, és akkor megmentették azt is. És nagy sokféle van, hogy lehet megmenteni egy életet. Na, de azt mondja ő, hogy hát ő nem tud ilyen módon megmenteni emberi életeket, de úgy igen, hogy a tőle levett vért egy létfontosságú műtét esetében adott, be tudják transzfúzizálni egy betegnek, egy műtét alatt levő betegnek, és akkor azzal megmenti az életét. És azt mondja, kétszer él át rendkívül jó élményt, az egyik mikor leadja a vért, tehát vért ad, a másik, ezt nem is tudtam, hogy ez így működik, a másik az, amikor kap egy SMS-t, és az SMS-ben értesítik, hogy az ön által, az öntől levett vért most adtuk át, most adták be egy betegnek a műtét közben, és az segített neki az ő állapotán.
Tehát életet menteni. Fantasztikus dolog. És hogy lehet életet menteni? És Jézus, tehát hogy ebből valamennyit megérzünk, megértünk, vagy átélünk, átérzünk valamit abból, hogy mi jó volt abban Jézusnak, hogy letette a mennyei dicsőséget, lejött erre a világra, hogy meghajon érettünk, hogy bennünket megváltson, és nem is a biológiai, fizikai haláltól, hanem a kárhozattól, az örök haláltól váltotta meg így a világot. Hát ezt, és ezt, de ezt úgy tette meg, hogy azt a bizonyos kezdet előtt meglévő mennyei dicsőségét letette, és most azt mondja az atyának, atyám, megegyeztünk, én vállaltam, én beteljesítettem mindent, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, akkor te most dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyel te nálad rendelkeztem már még a világ teremtése előtt. Tehát itt most más értelmű, megint csodálatos, de más értelmű ez a megdicsőítés. De van még egy értelme, a 10. vers. Ami az enyém, az mind a tied, ez is ugye az atyával való beszélgetés, ez Jézus beszélget az atyával, ami az enyém, az mind a tied, és ami a tiéd, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Na ez már rám vonatkozik, és rád vonatkozik, a tanítványaira vonatkozik, hogy Jézus megdicsőül bennünk. Halandó földi emberekben, gyarló hívő emberekben, buzgó, kevésbé buzgó hívő emberekben, de megdicsőül. És hogyan dicsőül meg? Hát mindenféleképpen Jézusra kell, hogy mutasson az életünk, a szavaink, a tetteink, eredményeink, bármi, mindent az Úr felé irányítunk, és mindenben neki adunk dicsőséget, és mások előtt is nem mi akarjuk learatni a babért, és nem mi akarjuk learatni a győzelmet magunk javára, hanem elmondjuk, mi egy gyarló, egyszerű emberek vagyunk, önmagunktól képtelenek bármi jóra is, de mert az Úr Jézus a szívemben él, de mert az ő igéje bennem él, itt előzőleg arról is szólt az Úr, hogy az igémet adtam nekik, és ők azt befogadták, és ők megismerték, és elismerték, és elfogadták azt, hogy te küldtél engem, és én ő bennük megdicsőítetem. Tehát olyan életet kell élnünk, amelyben Jézust tudjuk megdicsőíteni. Sőt, van a János Evangélium a legvégén egy különös mondása a feltámadott Úr Jézusnak, aki Péterrel találkozik, beszélget, aztán ott a Genezáretó partján, ugye helyreállítja Pétert a háromszori tagadás után, és akkor ott sétálnak a parton, ott van több tanítvány is, még néhány tanítvány, és ahogy sétálnak a parton, a Genezáretó partján, egyszer csak pont arra megy János is. És akkor Péter látja, hát János ki volt a szeretett tanítvány. Hát az Úr Jézus nem volt olyan, hogy valakit különleges módon a többiek rovására szeretett volna, jobban olyan nem volt, de azért János volt hozzá legközelebb, úgy is emlegetjük, hogy János volt a szeretett tanítvány. Például János volt az, aki az utolsó vacsora alkalmával közvetlen Jézus mellett foglalt helyet, ugye nem székeken ültek asztal körül, hanem úgy félkönyökre, fél oldalt fekve, fél könyökre támaszkodva, és akkor ezért mondja az ige, hogy aki azon az utolsó vacsorán a Jézus kebelén pihent, mert ha itt én fél könyökön vagyok, és a nánni lába itt van, és úgy fél könyökön fekszik ő is, akkor úgy néz ki majdnem, mintha az én fejem az ő keblén mellé lenne, úgy mellette fél könyökön, fél oldalt feküdve. Tehát ő volt közvetlen az utolsó vacsorán is Jézus mellett, és más esetek is vannak. És ezt azért érzékelték a többi tanítványok is, és akkor azt mondja Péter, hogy na de hát ezzel mi lesz? Ezzel a János, hát őt szerette legjobban, ő a szeretett tanítvány, meg na ezzel mi lesz? Hát ezzel mi lesz? És Jézus azt mondta, hogy te ne törődj vele, hogyha én azt akarom, hogy megmaradjon addig, még én visszajövök, az nem rád tartozik, csak te kövess engem. De előtte olyanokat mondott még Péternek, vagy ott közvetlen, a szöveget meg kell nézni a környezetben, de azt mondta még el Jézus neki, hogy mikor fiatal voltál, felövezted a derekadat, és oda mentél, ahova akartál, ott dolgoztál, oda utaztál, stb. Azt csináltál, amit akartál.
Amikor megöregszel, akkor majd más övesz fel téged, és oda visz, ahova te nem akarod. És megjegyezik, ezt azért mondta neki, hogy kijelentse, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni őt. Hogy Péter milyen halállal fogja megdicsőíteni az Urat. Tehát nem csak én megdicsőülök ő bennük, megdicsőítetem ő bennük, mondta az Úr Jézus, de nem csak az életükben, szavaikban, tetteikben és így tovább, hanem még a halálukban is megtörténhet. Hogy egy hívő ember úgy hal meg, hogy abban megmutatja, hogy dicsőíti meg az Urat, akihez megy igazából, akihez egy lépéssel átlép ebből a világból, átlép a mennyeibe, dicsőségesbe, az Úrhoz. Tehát itt megint kicsit más értelme van ennek a dicsőítésnek, vagy dicsőségnek, megdicsőítetésnek, de a 22. versben is ezt mondja az Úr Jézus, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Itt megint valaki megdicsőül, de oly módon, hogy Jézus azt a dicsőséget, amit ő kapott az atyától, azt továbbadta nekünk. Ez megint egy titokzatos bibliai üzenet, vagy gondolat, ugye? Hát én olyan szép vagyok, mint Jézus, én olyan jó vagyok, mint Jézus, én olyan dolgokra vagyok képes, mint Jézus, én az ő dicsősége rajtam látható, és az ő dicsőségét én tovább tudom sugározni. Van egy nagyon jó természeti kép, vagy természetből vett hasonlat, ugye, miszerint azt mondják, hogy a holdnak nincs saját fénye, nincs, nem fényforrás a hold önmagába. Az a fény, amit mi éjszaka, vagy teli holdnál is látunk, hogy annyira, hogy egész világos van éjszaka, ha teli hold van, ugye, és nincsenek felhők. Ez abból van, hogy a nap fényét sugározza a földre a hold. Saját fénye nincs, de a napfényét olyan erősen tudja begyűjteni és tovább sugározni, hogy azt sugározza a föld felé. Jézus dicsőségét hogy sugározzuk mi? És ő nekünk adta ezt a dicsőséget. Egészen más ember a hívő ember, mint az átlagember, és itt nem übermensch hitleri témába gondolkodunk, vagy nyilatkozunk meg, ugye, hanem abban a bibliai, krisztusi üzenetben, hogy egész más, ebben nem is fogom most már teljesen minden részletét nézni ennek az igének, csak utalok rá például erre is, hogy Jézus többször is mondja ebbe az imádságába, hogy én nem e világból való vagyok, és ők sem e világból valók. Az övéi, a tanítványai, az ő követői. Azt mondja, hogy nem is e világból valók. És más helyen mondja, ne csodálkozzatok, hogy gyűlöltiteket a világ, mert nem az övéi vagytok, és nem az ő szintjükön vagytok, vagy nem olyan emberek vagytok, és nem olyan életet éltek, és nem úgy beszéltek, mint ők. És arra két lehetőség van, hogy vagy sztárolja a világ a nagyon különleges embereket, ugye, de az ritkán fordul elő hívőkkel kapcsolatosan, vagy pedig gyűlöli és likvidálja, ha tudja. Igazából, mert ez nagyon kellemetlen az ő számukra, a világ számára. Tehát más ember a hívő ember, de azt mondja az igény, egy nagyon szép példa, hogy István az első vértanú, amikor nem tudtak ellenállni a zsidók, a legképzettebb vitázó és legtudósabb rabbik és stb. Nem tudtak ellenállni annak a bölcsességnek, meg annak a lelkületnek, amivel ő beszélt, és amivel ő Jézusról bizonyságot tett. És akkor végső soron annyira dühösek lettek, hogy amikor a leglényegesebb bizonyságtételét mondta István, akkor bedugták a fülüket, hogy ne hallják, ez furcsa, ha így erősen bedugom a füle, hogy mit hallok, tehát hogy ne is hallják, hogy mit mond a István, mert azt ők Isten gyalázásnak tekintették, és olyat még hallani se akartak, olyan beszédet, ami Isten gyalázza. És akkor végül rárontottak, rárohantak, kihurcolták a városon kívülre, és ott megkövezték. És a megkövezés az talán, hát a keresztre feszítés is nagyon gyalázatos és nagyon gyötrelmes halál nem volt, keresztre feszítve meghalni, de megkövezve meghalni, az se volt kellemes dolog, és mert folyamatosan
okoztak a rádobott ilyen öklömnyi, vagy még nagyobb sziklák, kövek, ugye nem síma kövek, a síma se lett volna jó, na de azok, tehát felszakították a sebeket, vérzést okoztak, egyre nagyobb vérzést, egyre nagyobb fájdalmat, és így tovább. És akkor végül, amikor már haldoklott István, térdre esett és haldoklott, és akkor fölnézett az égre, és akkor azt látta, hogy megnyílt az ég, és ott volt Jézus, az Isten fia, és mondja is, hogy látom a megnyílt eget, és az Isten fiát az Atya jobbján állni. És még imádkozott, ugye István nagyon Jézus példáját követve, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek, hogy kit köveznek meg, nem tudják. Na és még ezt megelőző mozzanat volt az, hogy amikor ott a nagy tanács előtt volt, és ránéztek István arcára, ránéztek, hogy ki ez az ember, meg hogy beszél, hogy viselkedik, olyannak látták az arcát, mint egy angyalnak az orcáját. Tehát Jézus dicsőségét tükrözi, különböző helyzetekben, hogy tükrözi egy hívő ember Jézus dicsőségét. De azt mondja az Úr Jézus, tényként mondja, Atyám, azt a dicsőséget, amit te nekem adtál, én őnékig adtam. És igazából csak egy szót elemzünk egy picit még befejezésül, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy Atyám, én kijelentettem nekik a te nevedet. Meg tartsd meg őket a te nevedben, mert én megtartottam őket. Sőt, a végén meg azt mondja még az Úr Jézus, hogy megint ismétli, hogy Atyám, én kijelentettem nekik a te nevedet, és ezután is ki fogom jelenteni nekik a te nevedet. Most ez is olyan, hogy egy vallás, megint egy valláskritika, de nem részletezem nagyon, de az a lényeg, hogy a Jehova tanúi azt mondják, hogy egyedül ők tudják helyesen Istennek a nevét. És hogy az úgy hangzik, hogy Jehova. Erről van a nevük is, ugye, de van egy másik nevük is, hogy Jézus Krisztus szent, utolsó napok szentje, Jézus Krisztus utolsó napok szentje, valami ilyesmi. És, de ez a fejezet nekik nagyon tetszik, és egyrészt erre alapoznak, hogy itt Jézus is megmondta, hogy van Istennek egy különleges neve, egyetlen helyes neve, és azt ő kijelentette az embereknek, és ezért tudják, és akiknek ezt kijelentette, és akik ezt tudják, azok tudják helyesen Isten nevét. De egészen más teológiai és hitbeli gondolkodás húzódik meg ennek az igének a hátterében, hogy Istennek a nevét ismerni, tudni. És abból a korból eredően, az ókorból és a zsidó gondolkodásból eredően van ennek különös jelentősége, mert nem az volt a lényeg, hogy Isten például kijelentette ezt a nevét, ez a négybetűs Isten név, úgy mondjuk négy mással hangzó van a héberben, Jahvének ejtjük, J-H-V-H, Jahve, igen, J-H-V-H, négybetű. Magánhangzó nincs benne, csak mással hangzók vannak. És senki se tudja, hogy hogy kell pontosan kiejteni ezt a nevet. Ezt a négy mással hangzós Isten nevet, amit Mózesnek jelentett ki Isten. És de annyira szentnek tartották a zsidók ezt a nevet, hogy egy idő után, néhány évszázad után, és ez aztán egész Jézus koráig is így volt valóságban, hogyha olvasták az Ószövetséget, és benne ez a négybetűs Isten név jelentkezett, akkor sose azt a nevet mondták ki, hanem azt a nevet mondták ki, hogy Adonáj. Ez pedig azt jelenti, hogy Úr. És amikor meg a eredetileg csak mással hangzós Ószövetség szövegét magánhangzós jelzésekkel is ellátták. Ezek olyanok voltak, hogy csak a mással hangzók fölé egy-két pontot, vagy kis veszőcskét tettek, vagy alá három pontot, vagy egy vesző és egy pontot. Na és így jelöltek magánhangzókat. És akkor, amikor a Jahve Isten név négy mással hangzója volt, az alá meg fölé az Adonáj szónak a magánhangzóit írták be. És ennek az összeolvasatából jön ki úgy ez a szó, kiolvasva, hogy Jehová. De eredetileg egy összekevert dolog, mert a Jahve név mással hangzó, és az Adonáj név magánhangzói vannak benne. Tehát ez nem lehet helyesen Isten név, úgy gondolom. De nem is az a lényege még, hanem az, hogy az Ószövetségben és Jézus korában is, ha valakinek a nevét ismerték, az nem azt jelentette, hogy hát tudom ki Szlovák Tibor, hanem az azt jelentette, hogy
Szlovák Tibornak még a gondolkodását is ismerem, a magatartását, a gesztikulációját, ha mit mond, akkor mire gondol, ha így néz, akkor az mit jelent, ha úgy. Tehát, hogy valahogy az egész személyiségre vonatkozott, és amit csak meg lehet tudni, ismerni valakiből, ugye 100%-ot nem lehet megismerni a másik emberből se, de amit csak tudni lehet belőle, ahogy csak meg lehet ismerni, az azt jelenti, hogy ha a nevét ismerem, ha azt mondom, hogy a nevét tudom, a nevét ismerem, akkor őt magát én ismerem. És ezzel igazából azt mondta az Úr Jézus, hogy én kijelentettem az Atyát, az Istent az embereknek. Az ő nevét, de igazából, hogy ki ő valójában egészen. Én mutattam meg az embereknek, én hoztam közel az emberekhez, hogy kicsoda is igazából, és valójában Isten. És ez, hogy az ő nevét kijelentettem, vagy megismertettem velük a te nevedet, ez azt jelentette, hogy megismertettelek téged velük, hogy én általam és Jézus, ez már megint még mélyebb teológiai irányba vezet el, hogy Jézus, mint Isten fia, földi kinyilatkoztató munkája folytán lehet az Istent legjobban megismerni. És ha még a névről valamit az általunk használt formában is akarunk valamit tudni vagy mondani, akkor azt kell mondani, hogy soha, tehát egy olyan zsidó ember, aki ki sem merte mondani a Jahve Isten nevet, egy másik nevet talált ki rá, és azt mondta, ha azt látta leírva. És egy ilyen embernek azt mondani, hogy te, ha te Isten elé járulsz, és te Istennel akarsz beszélgetni, és Istenhez akarsz imádkozni, akkor te mondjál csak ennyit, hogy mennyei Atyám, köszönöm, hogy te szeretsz engem. Édesatyám, köszönöm, hogy te meghallgatsz, és jó Atyám, add meg ezt, és ezt Atya. A mi Atyánkban, ugye abban az egy rövid imádság, ez Jézusnak egy hosszú imádsága, ez a 17. fejezet, a mi Atyánk az egy nagyon rövid imádság, egy percbe se telik azt végigmondani, nem sietve, nem elrohanva, ki lehet próbálni otthon, hogy a mi Atyánkot olyan 45-50 másodperc szép komótosan végig lehet mondani. De abban ott van, hogy így lehet az Istent megszólítani, hogy mi Atyánk. Ez csodálatos. Ez mi föl se tudjuk fogni, hogy ez mit jelentett akkor a tanítványoknak és Jézus korában élő embereknek, ha ő ezt mondta, hogy Istenhez így lehet közelíteni, így lehet őt megszólítani. Kijelentettem nekik a te nevedet, kijelentettem, Atyám, hogy te ki is vagy valójában, és milyen Isten vagy, és a végén azért csodálatos, hogy az imádság végén azt mondja, de ezután is ki fogom jelenteni. Tehát, hogy még nincs vége ennek a kinyilatkoztató munkának, hogy milyen az Isten, és hogy Jézus hogy tudja megismertetni velünk az Atyát, és még jobban, és még mélységesebben, és még csodálatosabban. Ez majd még egy év múlva már még többet tudsz Istenről, majd 20 év múlva még többet tudsz Istenről, még jobban elmélyül a hited, meg Isten ismereted, és azt mondod, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy megismertetted velem az Atyát, és ez egy csodálatos isteni kinyilatkoztatás, és csodálatos megváltóm, és csodálatos Istenem van. Amen. Amen. Köszönöm.